Hosszú évek óta rendezik meg három fán a retro pecát, ilyenkor húsvét környékén. Hát számomra a retro peca, na kapásod van közben? Halat is fogtam. Szóval számomra a retro peca azt jelenti, hogy régi botta, régi orsóval, tehát régi felszereléssel kell ott indulni, így van? Nagyszerűen ragadtad meg a lényeget, de nem elsősorban a halfogástól szól ez az összejövetel, hanem a tavaszvárásról. Ezzel az úszóval te is eljöhettél volna. Na majd legközelebb. Zsolt szerénységet tiltja, hogy elmondja, én megteszem helyette, hogy halat ugyan nem fogott, de másban azért jeleskedett. Mi volt ez? Hagytam nyerni a lányokat, de céldobásban viszont oda tettem magam. Egészen véletlenül hoztam magammal két emlékplakettet. Na, gratulálunk. Lássuk, hogy mi minden történt még három fán. A tavasz első hívószavára minden évben összegyűlnek a régi és új cimborák egy igazi örömpecára a Somogy megyei háromfai tározó partján. Pálinkó Károly tógazda ezúttal is terülyasztalkámmal fogadta a retrópecásokat. Szeretettel köszöntelek benneteket a csodálatos márciusi napon. Alig vártam, hogy eljönne a pillanat, újra a régi horgászbotokhoz tudjon nyúlni az ember. Megcsináljuk a következő retrópecát. Szeretnék benneteket megvendégelni itt reggel egy pár falat régi klasszikus kajával, mint a töpörtyű, a disznósajt, és mindezeket a finom ízeket leebölgetjük a Rémesár barátom által készített forralt borral. Mindenki érezze jól magát, fogjon sok halat, és 12 órakor egy mérlegelésen össze fogunk futni itt ismét. A nem túl szigorú szabályok értelmében először egy korabeli egybe bambuszbottal, azaz dióverővel indul a verseny. És persze a jelmezek használata is megengedett. Érzem az erőt. Átadom a víznek. A víznek adom át. Kedves mester, kérem, vegye már le azt a sisakját, hogy felismerjük. Béla, mi a helyzet? Én már 14 éve járok ide horgászni Árófára. Nagyon szeretem ezt a tavat. Budapesten lakom, messze van Budapesthez képest, de a szívem folyamatosan csak ide húz engem. Főleg vörös szárnyú keszeget fogtam egy pár darabot, illetve kárászt sikerült fognom ezzel a bottal. Hát ezt most házilag készítettem, gyorsan összeeszkabáltunk, egy kis gyűrűt tettünk rá, egy kis orsótartó. Ez a távdobó orsó, ez szenzációs. 70-80 métert el tudsz vele érni? Hát nem tudom, de egy 6 méter biztos, hogy be tudok dobni vele. Hogyha a botnak a végét fogom. Minden esztendőben egy-egy új csapattaggal gyarapszik a mezőny. Varga György, többszörös casting világbajnokunk, csak pár esztendeje jár ide, de 73 éves kora ellenére is a legaktívabb retropecás. Gyuri bátyám, hogyha nem horgászol és nem célba dobsz, akkor mivel töltöd az idődet? Nagyon szép ajándékokat hoztál nekünk. Mindig valami a horgászaton kívül is valami hobbi van. Most a legutóbbi fölfedezésem az a kerámia, tehát ilyen kerámia érmeket csinálok, meg halacskákat, meg ilyesféléke. Aktív vagy, hiszen ugye a sport karriered sem ért véget. Mi a helyzet a gyakorlással, illetve milyen reményeid vannak az idei esztendőben? Minden nap dobom a céldobást, tehát gyakorlom. Most kaptam engedélyt a nejemtől, hogy még egy vagy két VB még belefér. Hát nem nagyon, mert azért az olyan 73 év, az 73 év. Hát igyekszem magamat egy kicsit karba tartani, hogy még odáig legyen egy kis erőm. Mit jelent neked ez a víz? Mi az, ami visszahoz téged időről időre a partra? A baráti társaság az mindennél többet él. Szóval az tündi-bündi emberek vannak itt. Én úgy bekérezkedtem, hogy ebbe a társaságba. Azóta hát nagyon várom mindig a márciust. A horgászok szívesen vallanak arról, hogy mi is az a vonzerő, amely mágnesként csábítja őket a híres, nevezetes zöld pokolba. Úgy tartják, aki egyszer meglátta, megpróbálta, vagy soha többé nem jön ide, vagy örök hűszerelmese marad. Hát ez az idei első szabadnap, és a barátokkal együtt tölteni az időt, ennél nincs jobb dolog. Ez egyik legkedvesebb vizem, 20 éve horgászom, a legtöbb időt itt töltöttem. Azok közé, a szerencsés emberek közé tartozom, akinek a munkája az a hobbija is. Hát én maradok az alapoknál, én jól beletettem, és igazándiból megpróbálom itt meg behúzni a versenyt. Hát ezt a versenyt már szerintem nem húzod be, de azért még a célba dobásban lehet esélyed. De rajta vagyunk mindenen.
évről évre visszajársz a retro pecára. Mi ennek az oka? Hogy én is öregszem, és elmondhatom, hogy már retróra járhatok. A másik az meg, hát ez a tó, meg az egész látvány, amit fogad meg a közeg, az mindent megér. Gyuri bácsi maga készítette emlékplakettjeiből mindenkinek jutott. Ő maga pedig a tavalyi évhez hasonlóan újra megnyerte a baráti versenyt 8 kg 90 dekagrammos eredményével. Gratulálunk a Casting Sport legeredményesebb hazai sportemberének. Ezt a szép kis ajándékot. A második helyezett, Tóth Adrien, 7 kg 33 deka halat fogott, nagyon-nagyon szép kárászok jöttek neki. A harmadik helyezett 4 kg 90 dekával a Papicus, remélem a következőben is ugyanilyen eredményes fogsz lenni. A sorozat 7 esztendővel ezelőtt kezdődött, és bizony hagyományt teremtett. Nem csak három fán, hanem mára az ország legkülönbözőbb részein is rendeznek hasonló versenyeket.